kézű banán. Nincs a banánfán, nem kell senkinek ilyen találmány. Ám ha ilyen banán, nőtt már banánfán, én azt te hozzád hasonlítanám. Már legszebbik gyümölcse nem lehetne szebb, mint te, ám mit ér a szép. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a legújabb keleti blog adás, ami talán egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis még az ősszel filmezett Csepel-teherautó tesztünknek a folytatása következik, ahol kielemezzük egy kicsit a gyártörténetet, illetve konkrétan a 344-es típust. Velem szemben ül Tóth László, veterános kollégám, aki katonaként ilyen Csepel-teherautóval is itt dolgozott. Igen, és a tavalyi forgatáson is volt szerencsém részt venni, ahol Bék Antalnak a az úgynevezett csirketelepjére keveredtünk, ahol rengeteg veterán járművet tárol és újít fel egy műhelyben, ahol főleg buszokkal foglalkozik, de a Csepel teherautó is megtalálható a gyűjteményében, és egy működő példányt ajánlott fel tesztelésre, amit alaposan körbe tudtunk filmezni, és a segítségével ki is tudtuk próbálni a legfőbb lételemén a terepen, mert a D344 azt jelenti, hogy dízelmotoros, 3 tonna teherbírású, 44 pedig az összkerékhajtást jelenti, ami a legjobb terepjáró képességeket biztosítja számára, csak ezt valószínű, hogy túlértékeltük, és végigattal ugyan bármilyen járművet elvezet, de a Csepel tenger alatt járó meg is feladta. Konkrétan a forgatást félbe kellett szakítani, mert a tesztautó elsüllyedt egy folyóban. Jaj, hú, meg én még nem jártam. Versenek távozik, majd jönnek a győztesek. Ennyit a segítség. Igen, ez így volt, tehát a forgatás az abban maradt, de amit felvettünk anyagot, azt most szeretnénk leközvetíteni, hogy végülis a tesztünket láthassátok, de még lesz egy harmadik rész, az is szintén egy külön kiadás, ahol már remélhetőleg verőfényes napütésben fogjuk ténylegesen lefilmezni a Csepelt úton is. A katonasságnál nagyon szerették a Csepelt, mert a főleg a dönthető platóst jól lehetett már talmoncával is terhelni, elég nagy terhelésnek lehetett alávetni, és rengetegféle felépítményt lehetett rá tenni. A Békata telepén nem üzemképes a műanyag, de majdnem minden felépítményből található egy-egy példa, mentő, üzemanyagszállító, vízszállító, műtős kocsi, parancsnoki, törzsbusz, javító századnál alkalmazták szerszámokkal telepakolva, de talán a legritkább, amit mégis legjobban tudtak használni és legtovább túlélte a gyártást, és talán a mai napig nem tudták kiváltani a honvédségnél, az a vegyvédelmi alakulatoknál használt változat volt, amely forró vizet tudott előállítani, és azt teljes atomtámadás esetére is sugárszennyezettségmentesítésre is fel tudta használni. De úgy tudom, hogy ennél azért messzebbre nyúlnak vissza az alapmodellnek a gyártásának a kezdetei. Igen, ahogy én is hallottam a Csepel autógyár, hogy 69-ben alapították magát a gyárt. Kezdetben Steyr licenszű dízelmotoroknak a gyártását vették át. Volt valóban számtalan sokféle fajta teherautó típus, legfőképpen a honvédségnek a követelésére
hát a Honvédség követelése hívta életre lényegében a Csepelnek a teherautóját is, és benyújtotta igényét a traktorgyár is, ő egy új dízelmotor kifejlesztésére, illetve az autóbuszipar is. Ugye, mint tudjuk, a KGST-ből Magyarország kapta a szerepet, hogy autóbusz gyártson, ezért a Csepel motoroknak egy nagy felvevő piaca is volt az Ikarusz autóbusz üzem, és a legtöbb Ikaruszba is, de egészen a 200-as széria megjelenéséig mindegyikben Csepel motort alkalmaztak. Voltak, de az is úgy tudom, a 200-as szériába, ami MAN, illetve Volvo koncernnel készült, de az ős motor az a Csepel motor, ami megtalálható volt a Ikarusz 55-ösbe 6 hengeresbe, valamint a 311-esbe, 620-asba, 630-asba és a többi típusban. Igen, a Csepelbe elég volt ez a 95 lóerő teljesítmény 4450 köbcent és 4 hengeres motor is, ami ezekben a honvédségben úgy becéztük, hogy a csepzonokba gyakorlatilag bármilyen helyzetben működött, sőt, jól is fogyasztott. Két tankja volt, az egyik az elő a homlokfalnál, a másik az ülés alatt, a résolaja az első tankba ment, tehát nem volt mindegy, hogy melyik tankból külön csapokkal nyitva kezdték el a katonát leereszteni az üzemanyagot, erre kiképezték őket egyébként, és ilyen feliratok is szerepeltek rajta, hogy az újoncok se tévesszék el. Amúgy az egész autó tele van ilyen jó magyar feliratokkal és instrukciókkal, pofon egyszerű volt kezelni, elég tekergetni a kormányát egyébként, meg a fék is minden komoly erőkifejtést igényel, de valójában szerette mindenki, és ha elszakadunk egy kicsit a katonai változatoktól, meg kell említeni, hogy 56-ban kínai export lehetőség is felmerült, és egy tesztutat végrehajtottak ilyen csepelekkel, az hozta ki igazán a nagy tudását ezeknek az autóknak, hogy magas hegyi körülmények között, ritka levegőben, ahol felére csökken a motor teljesítménye, ott is tudták, igaz, hogy nem a teljes raksúlyt és dupla fogyasztásnál, de a követelményeket sok konkurenssel szemben sokkal jobban teljesítették, amiből majdnem egy nagy export megrendelés lett, de azt kell, hogy mondjuk, hogy végül is ez a Csepel a 344-es, legalábbis a honvédség igényére kifejezve az volt a legnagyobb vevője, de utána TSZ-ekben és a közúti szállításban is találkozhattunk vele. Innen-onnan sok túlélő példány meg is maradt, ez is mutatja a konstrukciónak a strapabíróságát. A gyár 47 éves fennállása során, tehát 96-ban ment csődbe a Csepel autógyár is, ugyanis az Ikarusz az orosz piaci tartozások miatt magával rántotta ezt a gyárat is, de ez alatt a 47 év alatt számos remek modell készült, a klasszikus felépítményű csőrös teherautóktól egészen a Bulldog fülkésnek nevezett nyergesvontatóig, amiből egyébként tűzoltó változat is készült. Remek teherautók ezek, és szinte tényleg örök életűek, és örökítik tovább az utókornak is. Ahogy már elhangzott, a telep, ahol jártunk, Bék Antalnak a úgynevezett csirke telepe, de egyébként ez egy felújító üzemmé nőtte ki mára magát, ahol számos szép
veterán jármű készült el. Legutóbb talán azt hiszem egy 256-os kék-fehér színű Icarus német megrendelésre. Tulajdonképpen Békhantal minden problémás restaurálást elvállal, amivel más nem borul, ő azt is megoldja, egyenként képes legyártani alkatrészeket és beszerezni a beszerezhetetlent. Minden felszerelése most már megvan hozzá, és remek szakemberek segítik a munkáját, és ő emellett még tud hagyományt őrizni, képes volt pulling buszt építeni, és kamiont, és fesztiválkon vesz részt, sőt ő maga is szervez országos Csepel és Icarus találkozót polgáron. Tehát nagyon benne van ebbe a témába, és tényleg remek járművek kerülnek ki a keze alól. Például Csepel alapokon gyugszik az a 70-es években Magyarországon gyártott Lenin páncélautó replika is, amelyet egyesek polgár környékén véltek felfedezni. Hát az Békhantal volt, és az ő restaurálása egy külső megrendelőnek. Egyébként a csíretlep azért jó, hogy egy nagy zárt telepencer, mert a felújításra váró járműveket, a kincseket ott fedett helyen jó körülmények között lehet őrizni addig, amíg nem kerül rájuk a sor. És ahogy ígéretet tettünk rá, még egy harmadik résszel fogunk jelentkezni, ahol reméljük minél szebb időjárási körülmények között még egy utolsó filmet fogunk készíteni a 344-es Csepelről. Egyébként minden jó, ha jó a vége. Az első edés után a mentés következett, de csak a járművet kellett, tehát se embernek, se állatnak, se növényzetnek baja nem esett, és az estére, sötétedésre a Csepel is szárazon volt, miután víztelenítve lett, és lett cserélve az olaj, másnap reggel tulajdonos büszkén hívott minket, hogy jár a motor, és folytathatjuk a tesztelést. És akkor a műsorunk végén szeretném megköszönni a tartalmas beszélgetést, és az elkövetkezendőkben jelentkezni fogunk a folytatással. Várjunk! Te jól zár a szelep! Így van.